A nándorfehérvári diadalra és Trianonra emlékeztek szombat délután a Kóskároly Művelődési Ház és Könyvtár udvarán. Az eseményt a Szent Korona Országáért Alapítvány szervezte. Harangok lelke, virágok ereje címmel szervezett esemény szombaton a faluház udvarán a Szent Korona Országáért Alapítvány. A délután alatt számos előadást hallhatott a közönség, de a zene is fontos szerepet kapott a megemlékezésen. Szent László lovag az égből való, hozta közénk csillag sörényes ló, utat mutatta mindenség egén, mely a világ végére is elér. 1456. július 22-én történik meg a győzelem, és ugyan most 18 van, de 22 az a hétköznapra esne, és mi ezt mindig ünnepeltük hajóúttal, most nem hajóúttal, mert nem szeretném, hogyha maszkban ülnének az emberek egymástól, és így aztán választottuk a szabad teret. Aztán majd meglátjuk, mennyien leszünk, mert ugye valójában több mint három hónapja előadás nem lehetett, sőt négy hónapja igazából, úgyhogy majd kiderül. Ez ilyen, inkább ilyen együttlétszerű, de mégis megemlékezés a harangszóról, mert ugye hát a déli harangszó, az akár tetszik egyeseknek akár, az miattunk szól. Most mindegy, hogy harmadik Kallixtusz június 29-én rendelt el ima harangként, és háromszor harangoztak, és gyakorlatilag az azt is jelentette, hogy a úranyala imádságotban három tétel van, és ezt miattunk imádkozták, és utána, amikor a győzelem híre megérkezett, akkor ő megerősítette, hogy háladó harangozás lesz, és 1500-tól 6. Sándor, az pedig délre helyezte pontosan az időpontját, és a délben mindig, mindenhol Európában a magyarokért szól a harangszó. Ennyi a rendezvénynek a célja. A trianoni békeszerződésről is megemlékeztek a Kóskároly Művelődési Ház és Könyvtár udvarán, de az előadások a nándorfehérvári diadalhoz kapcsolódtak. Én magáról a harangszóról, meg a diadalról fogok beszélni, azt tudom. A Péter is valószínű, Szász Péter, a harmadik előadó, és lesz egy zenészünk, a Szebelédi Zsolt, aki 10 évig volt a mobilnak a dobosa, most kilépett onnét, és hát ő fog még egy gitárral és némi hangosítással játszani. Benne lakik igaz boldog anya, ki csak arra vár, hogy gyere haza. Csak kifordult óra és perc marad, dicső múltunk és jövendünk elszalad. Csalf a mi magyarságnak rút jele, minden napjainknak fesletege. Szebelédi Zsolt korábban a P-Mobil együttes dobosa is dalszerzője volt, de szombaton a saját dalait adta elő a faluház udvarán. Dr. Varga Tibor barátom meghívására jöttem ide Budakalászra. Már több alkalommal is játszottam az ő rendezvényein. Most is eljöttem, köszönöm, hogy itt lehetek, és saját dalokat fogok játszani. Amit a Tiborral közösen írtunk, a Válaszút zenekar, az én saját bandám, tehát az én zenekarom számait fogom játszani, amit a Tibivel közösen írtunk, ő írja a szövegeket, én írom a zenét hozzá. Úgyhogy most a Szent László fénye című dalt fogom eljátszani. Szent László gyakorlatilag ezer szállal köthető nagyon sok magyar történelmi témához. Ha csak arra gondolunk, hogy Szent Lászlónak Erdélyben milyen tisztelete van, vagy hogy a felvidéken mennyi templomba megtalálhatóakról a freskók, illetve a templomokba festmények. Úgyhogy Szent László szerintem ezer szállal kötődik ez az egészhez. Arra azért gondoltam azt, hogy ez a dal, ez képviseli ezt elég szépen. Szász Péter történész Elnémult harangok címmel tartott előadást az érdeklődőknek. Nagyon jól tudjuk, hogy a harangozás elrendelése, a napi háromszori harangozás, illetve a déli harangszó azon belül is a nándorfehérvári diadalhoz kapcsolódik több úton, módon. Erről Tibor barátom fog részletesebben beszélni, és tudjuk, hogy ma van a trianoni békediktátumnak a 100. évfordulója, és ehhez kapcsolódóan talán önök is, vagy a kedves nézők is hallottak arról, hogy Esztergomban, Magyarország főtemplomában nem szólaltak meg a harangok. És
ezt a kérdést fogom körbejárni, hogy ez a fájdalmas esemény miért következhetett be, illetve magának az egyháznak is milyen veszteségei voltak ehhez kapcsolódóan. A hazaszeretet hogyan kapcsolódott az Isten hithez, és az a kettő egymás hogyan egészítette ki. A Nándorfehérvári diadalnak a következményei is velünk élnek, ahogy életünk minden pillanata, akkor is, ha nem gondolunk rá. És ezek a pillanatok valamilyen szempontból kihatnak jelenünkre. Ennek megértése nélkül önmagunkat se tudjuk értelmezni, a saját egyéni léthelyzetünket. Tehát számos gyakorlati téren ez megmutatkozik, akár a gazdaságban, akár a kultúrában, akár az, hogyha átlépjük itt nem is olyan messze a határokat, akkor még magyarul beszélnek, és hát egy kisgyerek is, a kisgyerek rácsodálkozásával kell nekünk is, ahogy egy kisgyerek mondhatnám, fölismernünk ezt, hogy rákérdezni, hogy miért van ez így, hisz a miértekből tudjuk a hogyanokat megválaszolni. Dr. Hidán Csaba László a középkori Magyarországról, Magyarország szomszédairól és a török birodalom felemelkedéséről tartott előadást. 15. században lett közvetlenül szomszédos, pontosabban a 14. legvégén Magyarország a török birodalommal. És ettől kezdve elkezdődött egy hosszas önvédelmi harc, ami az egész 15. században sikeres. Ugye egy régi, ókori bölcsmondás, hogy a történelem az élet tanítómestere. Hiszen sokszor egy-egy történelmi helyzet megismétlődik. Napjainkban sajnos tanúi lehetünk megint egy hasonló folyamatnak, amiben nagyon fontos a hon védelme, az ország védelme, illetve az, hogy az ország népe megértse, hogy milyen fontos ez. Dr. Hidán Csabának egy katonapszichológiai könyve is megjelent. A könyv címe a Hadviselés művészete emberi tényezők. Én régész történész vagyok, alapvetően hadtörténetet, fegyvertörténetet és katonai pszichológiát tanítok, és ez a könyv mondhatjuk, hogy egy katonapszichológiai könyv. Szól önvédelemről, ragadozó állapotról, bátorságról, félelemről. Nem klinikai pszichológiai szempontokat vettem figyelembe, hanem a gyakorlatot. Tehát a felkészülés során mivel szembesülhet egy katona, mivel szembesülhet a rendvédelmi szerveknek a dolgozója, de hasznos olvasmány egyszerűen a történelem iránt érdeklődő és hazáját szerető ember számára is. Hogyan éltek a végvári vitézek, és vannak-e még Magyarországon olyanok, akik őrzik ezeket a hagyományokat? Jánvári Zoltán könyve ezekre a kérdésekre is válaszol. Tulajdonképpen a végvári vitézek, magyar hagyományőrző végvári vitézekről szól ez a könyv. Tehát tulajdonképpen a végvárak korát mutatja be, de nem régi metszetek, festmények alkalmazásával, hanem mai élő hagyományőrzők öltöztek be a végvári vitéznek. Van, aki csak a hétvégéken öltözik be, van, aki viszont így éli az életét, és hát ez tulajdonképpen egy 10 éves munka befejezése, körülbelül 10 éve kezdődött el az a folyamat, hogy én elkezdtem a hagyományőrzőket felkutatni, és a fotókat elkészíteni, és most a Magyarország segítségével ugye ezt összehozni. Mi volt az indítatás, mi volt a motiváció, hogy ezt elkezdje felkutatni és elkészíteni? Hát ez már elég rég volt, akkor még az Egyesült Államokban éltem, és egyszer csak észrevettem, hogy két magyar elindul Almatiból visszafelé Lóháton Magyarországra, hogy bebizonyítsa, hogy a honfoglalás megtörténhetett, hogy így csinálhatták. És akkor én elkezdtem interneten követni ezt. Egyszer hazalátogattam, és akkor elkezdtem ők beszélgetni, kiderült, hogy ők hagyományőrzők, és akkor készültek az első fotók valahol 99 táján. És akkor egyre sűrűbben jöttem haza, készítgettem ezeket a fényképeket, és 3 évvel ezelőtt végleg hazaköltöztem, mert úgy éreztem, hogy ezt csak itt lehet befejezni. A szombati Szent Korona délutára sokan eljöttek, és késő este lett vége az eseménynek. A következő alkalmat várhatóan ősszel rendezi meg dr. Varga Tibor.